A kulturális és egyéb programok mellett idén első alkalommal szabad tűzi főzőversenyt is rendeztek a kerület napján az Oroszlános udvarban. A versenyre nem hivatásos szakácsok, hanem lelkes amatőrök jelentkezését várták. Mindenki pillanatok alatt begyújtotta a tüzet, ami egy ilyen versenynél azért fontos része az időnek. Tehát előfordul, hogyha valaki mondjuk vizes fát kap és sokáig vacakol vele, akkor nem lesz az a fajta tüzelőanyag, ami köré egyébként épül ez a verseny is. Úgyhogy meggyújtották a tüzet, és már rotyog a hagyma a pörkölt ételeknél természetesen mindenképpen. A csapatok három kategóriában mérhették össze főző tudásukat. Az első a Budafok pezsgő és borváros címéhez méltón a pezsgős ételek, a második a család kedvencei, a harmadik pedig a sütemények voltak. Utóbbi az egyetlen kategória, ahol nem volt kötelező a helyszínen elkészíteni a finomságot. A mi bográcsunkban most éppen Gida Java címszó alatt hát egy kecske pörkölt készül, amit egy kicsi zöldséges ragúval fogunk megspékelni, és krumplival lesz tálalva. Mi lehet ennek az ételnek a különlegessége? Hányszor készítette már el? Milyen csavart visznek bele esetleg? Hát a csavar az, hogy még sose készítettünk kecskét, úgyhogy a különlegessége az lesz, ha finom lesz. De hát a különlegesség ugye a kecske, mert azt ugye boltokban nem lehet kapni, ezt egy ismerősünktől kaptuk, és még ez elég fiatal Gida volt, januári születésű szegény, de hát így járt, úgyhogy reméljük estére finom vacsora lesz belőle. Mi pincepörköltöt készítünk burgonyával. Mi a különlegessége, mi a titka, hogyan készül? Ennek az a különlegessége, hogy ezt már kipróbáltuk, egy társasággal már többször megfőztük. Vannak nagyon pici kis apró mozdulatok benne, vagy mozzanatok, amik titkosak, tehát ezt nem is árulhatom el. Én is úgy kaptam az információt jó helyekről. És az a lényeg, hogy mi abszolút amatőrök vagyunk, soha nem voltunk főzőversenyen, úgyhogy mi szívvel lélekkel készültünk. Miért neveztek? Mert szerettünk volna részt venni valamiben, amit itt a kerület szervez. Jól hangzott, érdekes volt, ráértünk, úgyhogy eljöttünk, mert jó bulinak tűnt az egész. Kikkel érkezett? Én barátokkal érkeztem, akik úgy lettek barátok, hogy az óvodában a gyerekeink együtt jártak, és mi ott összebarátkoztunk, és így maradtunk, azóta iskolások a gyerekeink, úgyhogy Ovis Banda néven indultunk el. Az itteni csapatok is azért formailag is készülnek, és itt a zsűrielnök kollégám ezt tök jól megfogalmazta, hogy nagyon fontos a csomagolás, tehát az ételnek a tálalása, a megjelenése is fontos. Ugye itt a higiéniára, az előkészületekre is próbálunk odafigyelni. Ezeket kevesebbet, de azért nyomnak alatban, és természetesen az ételnek az íze és a végeredmény, a kinézete, a tálalás azért az nagyon fontos lett, de az íz az, ugye az, amire legjobban figyelünk, és annak kell igazán jónak lenni ahhoz, hogy valaki jó eredményt érhessen el. Nagyon sok ételt ugye el lehet készíteni bográcsban. Neked van kifejezett kedvenced, ami bográcsban készül? Én szeretem az egyszerű ételeket, és nekem a bográcsban készülő ételek azok kimondottan a füst miatt, meg a fatüzelés miatt mindig a szívem csücskei, és szinte mindent, ami bográcsban készül, nagyon szeretem. Tehát egy ilyen bonyolultabbat, hogyha tudok mondani, mondjuk egy izgalmas, ilyen kapros, citromos, görög kecske, az nagyon jól tud esni, de hogyha egy egyszerű paprikás krumpli, vagy egy lecsó készül a bográcsba, az is nagyon izgalmas. Úgyhogy hogy szerintem minden, ami bográcsban készül, és itt a végletek is tudnak uralkodni. A Budafok Tétény legjobb főzőcsapata Vándorkupát a Tétényi Barátok elnevezésű csapat nyerte el.